A keresztény gazdasági tanítás megjelenése. Valójában a 19. századtól beszélhetünk igazán kifejezetten keresztény gazdasági tanításról. Mindig volt társadalmi tanítása az egyháznak, és voltak ennek gazdasági vonatkozásai is. Ezekben most Aquinói Tamásba, Szent Ágostonba és az egyéb középkori gondolkodók idevágó kérdéseinek a taglalásába most nem megyünk bele, hanem csak azt az időszakot emeljük ki, ami a kifejezetten a gazdasági kérdések felé fordította a katolikus egyház figyelmét is. Mi is történt a 19. században? Először is az, hogy az egyfőre eső GDP olyan mértékben megnövekedett 1820 és 2000 között, amilyen mértékben soha a korábbi időszakban. Az első évezredben stagnált az egyfőre jutó GDP, 1000 és 1820 között egy 50%-kal megnövekedett az egyfőre jutó GDP. Figyeljük ezt a kifejezést, hogy egyfőre jutó, mert ugye az mindig függvénye annak, hogy közben a lélekszám is nő. Hát sokkal kevesebben éltek 1500 vagy 1000 évvel ezelőtt Európában, mint most, meg a világon egyáltalán. Tehát az egyfőre jutó GDP most 1820 és 2000 között 850%-kal emelkedett, tehát valami, ha ezt egy vonallal ábrázolnánk, akkor egy hirtelen magasba szökő, élesen felfelé ívelő vonalat látnánk. Ugyanakkor ez a kapitalista fejlődés nagy nyomort és irtózatos nagy jövedelmi differenciákat eredményezett. Az irodalomból minnyáján találkoztunk Dickensnek a Twist Olivierjével, Victor Hugónak talán a Nevető emberével, Zolának a Pénz című művével. Engels is írt a munkásosztály helyzetéről Angliában a 19. században. Mi több, a mi nagyszerű írunk, politikusunk és közéleti emberünk Eötvös József is írt egy tanulmányt az irlandi nyomorúság okairól, az éhezésről. 1800-as években, tehát a 19. században a vezető európai országokban, nem elsősorban még Olaszországban, hanem inkább franciáknál és a németeknél erőteljes figyelem irányult ezekre a szociális kérdésekre. Franciaországban a Lameni fivérek, ezek mind pap emberek voltak, papok voltak, németeknél pedig Ketteler püspök és Adolf Kolping foglalkozott a szociális helyzettel. A Kolping mozgalmat ma is ismerjük, ugye, ami német eredetű és elterjedt a világon. Rómának, hogy így mondjam, a Szentszéknek a figyelme azonban csak 1885 körül fordult élesebben ezek iránt, a szociális kérdések iránt. Ekkor jött létre az úgynevezett Friburgi Unió, amely tudósok gyülekezetét jelentette, amely előkészítette a Rerum Novarumot. Ebből írta disszertációját fiam Botos Máté történészként. A pápák abban az időben, az 1800-as években még kifejezetten háborúban álltak a modernizmussal. Úgy mondták, 16. Gergely Mirari Vos Singulari Nos enciklikája kifejezetten a modernizmus elítélésével foglalkozott. Változás ezekben a dolgokban akkor következett be, amikor Róma kiszakadt a korábbi hatalmi helyzetéből. Létrejött az olasz állam, 61-ben az egyházi állam összezsugorodott, a porosz-francia háború és a kommun idején 1871-ben még nagyobb változások következtek be, mert 1870-ben az olasz csapatok, hát Garibaldi csapatai elfoglalták Rómát. A pápa a Vatikán fogja lett. Ekkor 9. Pius volt a pápa. Az első vatikáni zsinatot 1869 és 70-ben hívták össze. Ez még a konzervatívok és a liberálisok nagy küzdelmét jelentette. Ekkor volt, talán emlékszünk rá, a pápai csalhatatlanság enciklikának a kihirdetése. És ami érdekes, ezt azért mondom nagyon érdekesnek, mert a Lameni fivérek, akiket említettem, ők ebben még aktívan részt vettek, ők voltak a tévedhetetlenség dogmájának a első számú kidolgozói. Azonban sajnálatos módon a további tevékenységük során az egyház a Lameni fivéreket, és ezen belül is az egyiket,
erősen elítélte, aki nagyon, hogy így mondjam, baloldalra irányuló nézeteket vallott. Másik testvére továbbra is szépen lépett előre az egyházi ranglétrán, és ő hozta létre azokat a kollégiumokat és nevelőintézeteket, amelyek mai napig is élnek még Franciaországban, tehát nagyon komoly társadalmi aktivitást fejtett ki. De a öccse sajnos eltávolodva az egyháztól halt meg, habár nézeteit ma már nagyon nagy mértékben elfogadottnak tekinti, hallgatólagosan az egyház. 1929-ig ez az elkülönültség a Vatikán foglyaként létező állam továbbra is megvolt, mert nem volt rendezve a politikai viszony a világi állammal, hiszen nagyon sok vagyonát elvették az egyháznak az államosításokkal akkor, és hát tulajdonképpen ez rendkívüli mértékben összeszorította a katolikus egyház működésének anyagi bázisát. 1929-ben megszületett az egyezmény Mussolinivel, amikor is az olasz állam elismerte a mini vatikáni államot, a pápai személyi sérthetetlenségét garantált, a területen kívüliséget kapott néhány Vatikánon kívüli bazilika és építmény is, mint például Castel Gandolfo. Elvesztett javaiért az egyház akkor milliárdos kárpótlást kapott olasz államkötvényekben és készpénzben, és ez mind a mai napig az egyház működésének anyagi alapját jelentős részben biztosítja. De egyben számtalan problémának a forrása is, hiszen ezeket a vagyonokat kezelni kell, és a világsajtó elég sokszor visszhangos volt a vatikáni bankokkal kapcsolatos skandalumok miatt. Sok gondja volt ezzel 16. Benedek pápának is. De most térjünk vissza a 19. század végére, amikor is ez az egész folyamat felerősödött a szociális kérdések figyelembevétele, mert ekkor már 13. Leó volt a pápa. Fogjuk látni a továbbiakban, pápáról pápára menve fogom bemutatni a különböző enciklikák tartalmát, melyek a szociális kérdésekkel foglalkoznak, és látni fogjuk, hogy fokozatosan vannak bővülései a témaköröknek, de vannak bizonyos visszarendeződések és előrelépések, és így halad előre egy ilyen csiga vonalszerűen a szociális kérdések tárgyalása. 13. Leó szemben elődjével, Pius pápával, 9. Pius pápával sokkal modernebb szemléletű volt. Ő kifejezetten üdvözölt a technikai haladást, tehát nem állt szembe, hogy így mondjam, a modernus minden jelenségével. Azt mondta, hogy a találmányok az isteni lángelme szikrái, tehát ezek nem ellentétben állnak a vallással, hanem igenis azt bizonyítják, hogy a isteni mindenható tudás milyen csodálatos. Az általa az úgynevezett Friburgi Unió tudósai által kidolgozott anyag alapján kibocsátott első enciklika, amely ezt szociális enciklikának tekinthető, a Rerum Novarum volt. Ez két frontos harcot hirdetett meg, egyrészt a liberális kapitalizmus túlkapásai ellen, hangsúlyozta, hogy a munkásoknak joguk van a méltó bérre és az emberi elbánásra. Ugyanakkor a kommunizmussal szemben megerősíti a magántulajdont, mint a gazdálkodás alapját. De itt is aláhúzza, hogy a tulajdon nem csak jog, hanem kötelesség is. A világválság közelettével, ugye ahogy már láttuk a korábbiakban az amerikai gazdaságban az állami beavatkozás szükségessé válását, és azt, amit Galbraith professzor munkásságának ismertetésekor elmondtam, hogy a három nagynak kell együttműködnie, a nagy vállalatoknak, a nagy szakszervezeteknek és a nagy államnak, az erős államnak. Ez már akkor kezdett kirajzolódni, és ezt az egyház a társadalmi tanításában is lekövette. 31-ben a világválság közepén vagyunk éppen. 1917 óta már létezik a szovjet hatalom is. Sőt, túl vagyunk az első világháború borzalmain, 1 millió német meg éhen halt a háború után a győztesek magatartása miatt. Előre tört a fasizmus. Gazdaságilag az USA vette át a világ vezető szerepét. De hát most ott is válság volt 31-ben.
megszűnt az aranystandard, teljes valutáris káosz volt. És 1919-ben már létrejött az úgynevezett International Labour Organization, vagyis a Nemzetközi Munkások Szervezete, amely a munkások jogainak a nemzetközi védelmét szolgálta, de sajnos azért a munkabérek még mindig lemaradtak a profitok mögött, és ezért indokoltnak tűnt a munkások további küzdelme a tőketulajdonosokkal kapcsolatban. Nos, hát mit tartalmaz a quadragesimo anno ezekből a felismerésekből? Ki mondja, hogy létrejöttek a nagy korporációk és a menedzserek külön réteget alkotnak. Emlékszünk talán arra, hogy Galbraith professzor annak idején azt mondta, hogy az új ipari állam a menedzserek állama lett. A szakszervezeti bérharc, mondja a quadragesimo anno, jogos, a munka ugyanis az elsődleges tulajdont képező erő, tehát értéket létrehozó erő, ezért joga van megfelelő kompenzálásra. Az államnak pedig szerepe van a gazdaság szervezésében, mert a piac nem elegendő, a gazdaság automatikusan nem szerveződik meg jól, monopóliumokat hoz létre, amelyek végső soron kártékonyak. A quadragesimo anno viszont leszögezi, hogy semmiképpen nem lehet felülről irányítani az államot, a szubszidiaritás, és főleg a gazdaságot, a szubszidiaritás azt jelenti, hogy csak azt vigyük felső szintű döntésre, amit alsóbb szint nem képes eldönteni, tehát a vállalat, a helyi, lokális egységek, és csak utána jönnek a magas állami, federális szintű törvények, illetve szabályozások. Tehát a szubszidiaritás és a munkásjogok elismerése kifejezetten fontos vívmánya volt a quadragesimo annónak. Ezek után 11. Pius kerül, tehát egy kis ugrással most mondom, hogy utána 11. Pius a fasizmus ideje alatt volt pápa a Vatikánba, és ő volt egyik olyan pápa, aki az egyik fontos enciklikáját, ami nem kifejezetten gazdasági, hanem politikai természeti volt, amit Brennender Sorge címen németül írta meg, mert ez a fasizmus elleni kiáltvány volt, hogy így mondja. Tombolt is Hitler, amikor ezt Németországban felolvasták minden katolikus templomban. 11. Pius azonban meghalt, és 12. Pius követte őt, akit viszont mindennél jobban aggasztott a szovjet hatalom alá került közép-európai országok sorsa és az egyház ottani elnyomása. Kommunista ellenessége nagyon erős volt, ezt bizonyítja 1956-ban, három enciklikát is kiadott, három levelet is, egy pápai levelet is kiadott a magyar forradalom támogatására. Ez azért azt hiszem nekünk magyaroknak nagyon sokat jelent így utólag is. És hát nem igen hallottunk róla, nem igen tanultunk róla. Nagyon figyelt a szociális kérdésekre 12. Pius is, de azért mégsem hitt abban, hogy például a nőknek komoly szerepük kellene legyen a gazdaságban. Azt mondta, hogy a nő királynő volt otthon a háztartásában, és most elmegy robotolni a gyárakban, na de hát, bocsánatot kérek, a nagyon nyomorgó szegények királynőjeként bizony nem sok öröme volt az asszonyoknak, és bizony kénytelenek voltak a megélhetésért elmenni és munkát vállalni. Ez volt az, amire a szociálisan fogékony államokban, például a Roosevelti korszakban kifejezetten odafigyeltek, és a női és gyermekmunka tiltását bevezették, illetve azoknak a körülményeit megjavították. 12. Pius értékes munkát fejtett ki az ökumené vonatkozásában is, de azért az ő vélemény akkor még az volt, hogy hát egy útja van az ökumenének, hogy mindenki térjen meg az egy akolba, és legyen egy akol és egy pásztor. Tehát térjenek vissza a felekezetek. Az ő munkásságát hűséges és odaadó szolgája Roncalli bíboros már 23. János pápaként azonban erősen megváltoztatja. Már először is ez a 23. János névválasztás is nagyon sajátos, előtt egészen nagy hosszú sora volt a Piuszoknak, és ő pedig ezt a nevet választotta, méghozzá azért, mert volt egy 23. János pápa középkorban, aki nagy viták tárgya volt, és végül is aztán őt le is tették a pápaságról, akkor egyszerre volt három pápa, és végül a harmadik győzött, és ő ezzel kifejezte, hogy az a 23. János az nem létezett. Ő a 23. János.
mikor kérdezték, hogy miért mondta, akkor két dologért is, azt mondja, mert egyrészt én magam is nagyon tisztelem családomban is a János nevet, de hát főleg János apostolt, mert a szeretet nagy apostolát ő nagyon tisztelte, és azt mondta, hogy mivel a szeretet a katolicizmus lényege, ezért a szeretet apostolának a nevét választotta magának. Az ő életpályája nagyon nehéz körülmények közül indult. Sok gyerekes paraszt családból emelkedett ki, tanítatták, és soha nem volt konfliktusban a feletteseivel. Nagyon tudott alkalmazkodni a pápával, sose szállt szembe, még akkor se, amikor nem feltétlenül értett egyet a döntésekkel. Diplomata volt Bulgárföldön, görögöknél, törököknél, nuncius Párizsban. Egyébként érdekes volt, ugye, hogy a törökországi kiküldetése alkalmával segítette a von Papennek a zsidómentő munkásságát, mert zsidó gyerekeket mentett meg von Papen az ő segítségével, az akkori Ronkáli bíboros segítségével. Ez mentette meg később von Papent Nürnbergenben az akasztófától. Ő tanúsította, hogy valóban jó keresztényként viselkedett ott. Itt megismerkedett egyrészt a más nem keresztény vallásokkal, másrészt a ortodox vallással is, görögöknél és bulgároknál egyaránt. Nagyon sokat igyekezett közel hozni már akkor is a ortodoxokat a katolicizmushoz, például a Kokáira a bulgár király házasságánál egy katolikus nőt vett feleségül, és akkor a egyházi szertartást katolikus módon tartották. Igaz, hogy aztán a bulgár érzékenységre való tekintettel még egy szertartást csináltuk ortodox módon is. Velencében nevezték ki pátriárkának, és ez egy igen-igen nagy rang végül is a velencei pátriárka pápa előtti utolsó komolyan, ez az utolsó állomás szinte. Nagyon jó barátságban volt Montinivel, aki később majd hatodik Pál címen pápa lesz. Ő kreálta bíborossá Montinit. Minden esetre 23. János nem folytatja a kommunista ellenesség, merev politikát, nem adja fel a kommunizmussal szembeni ellenállását az egyháznak, de nem ilyen elvont elvisíkon ellenzi a dolgot, hanem gyakorlati síkon való együttműködés szorgalmaz a jó célok érdekében. Az ő habitusa nem a tudósé, mint például a 12. Pius volt, hanem a pásztoré. A jelszava jól mutatja, hogy milyen egyéniség volt. Az volt a jelszava, hogy obediencia et pax, vagyis engedelmesség és béke. Sose mondott tehát ellent, azonban amikor ő került hatalomra, akkor kijelentette, hogy ő az egyház pásztora, de egyben minden emberé is, még a kommunistáké is. Ő pásztoroknak tekintette magát. Nem csak Közép-Európára volt figyelemmel, hanem az egész világra. Úgy építette fel, hogy Róma, Európa, Kelet-Európa, ökumené és a más világvallások is legyenek a figyelembe, be a bíborosra bízta a ökumenének a gyakorlását. Ez kifejezetten azt hangsúlyozta, hogy mindenkinek joga van saját hitét követni, hogy Istent a saját lelkismerete szerint imádhassa, és azt megvallhassa mind a magánéletben, mind a közösségben. Ez egyben egy kiáltás volt Közép-Európáért is, ahol pont ebben az időben ezt minden módon tüzelvassal tiltották. Két nagy enciklikát is kiadott, és ezekben megfogalmazta az emberi jogokat. Emlékszünk talán arra, hogy Eleanor Roosevelt volt az emberi jogok megalkotója az ENSZ-ben, az ő vezénylete alatt fogadták el, és építették be számtalan ország törvényébe. A Vatikán is ezt elismerte, és azt mondta, igenis az állam kötelessége gondoskodni az emberi jogok érvényesüléséről. Az oktatás, az adózás terén hiteleket kell biztosítani a farmereknek, meg a szegényebbeknek is. Társadalombiztosításokat kell létrehozni, és ez mind-mind az állam feladata. Tehát ezt a katolikus egyház három tolvonással aláhúzza. 23. János kiemelten egész konkrét dolgokat is leírt enciklikájában, a Mater et Magistrában.
az ipar, a mezőgazdasági szolgáltatások fejlesztése ugyancsak az állam feladata. A híveknek pedig az a kötelességük, hogy részt vegyenek az államszervezet munkájában. Sokszor szoktam mondani, hogy mi is ne csak panaszkodjunk az államra, hanem a képviselőknél, a helyi hatóságoknál menjünk el a fogadóórákra, és mondjuk el a kifogásainkat, és gyakoroljunk igenis nyomást azokra, akik minket képviselnek. És ami csodálatos, hogy 23. János pápa a demokratikus államforma mellett fogsol, mert korábban ugye ezt a monarchiát támogató pápák voltak előtte. Ő azonban a demokrácia mellett fogsol, de a természetjog a véleménye szerint az emberi jogok fölött áll. Tehát igenis van Isten által belénk kódolt, és nem pedig csak az emberek által kitalált törvények. Szerinte világméretűen kell együttműködni. Miért? Mert a kommunizmust csak atomháború árán lehetett volna akkor letörölni a föld színéről, de ez magával a föld pusztulásával járt volna együtt. Nem lehet tehát megvárni az együttműködéshez, hogy létrejöjjön az igazságos világ, mert még 12. Pius így gondolta, hanem hogy megmentsük magát az embert, az ateistákkal is tárgyalni kell. És ezért közvetített, ezt is kevesen tudják, a pápa közvetített a kubai válságban Kennedy és Hruscsov között, hát nem véletlen azért Kennedy egy katolikus elnök volt. És ő hozta létre a forró drótot, ő szorgalmazta az orosz és az amerikai elnök közötti forró drótot. A USA nem sokára sajnálatos módon ezután meghalt 23. János, és halál után a szabadság emlékérelmel tüntette ki az Egyesült Államok 23. János pápát. Felismerte, hogy a nemzetek feletti szervre van szükség az együttműködésre, egy kicsit túl optimista volt. Kicsit talán alábecsülte a népesedési problémák nagyságát is a fejlődő országoknál. Azt mondta, hogy ha nem a háborús kiadásokra költenének, akkor el tudnák tartani a föld lakosságát, de ezt egyébként Gunnar Myrdal és Alva Myrdal is így gondolta még annak idején. Túl optimista volt a média önszabályozó rendszerét illetően, és azt gondolta, hogy ha önszabályozás van a médiában, akkor azért nyugodtak lehetünk, mert hogy az igenis demokratikusan fog működni. És a kis agrárgazdaságok túlélését is úgy gondolta, hogy az lehetséges lesz. Hát ezt mai napig már sok-sok év eltelt azóta, de még mindig kétkedéssel nézzük, mert úgy látjuk, hogy bizony nagyon nehéz a kis agrárgazdaságoknak fennmaradni. Nekünk is, a mi saját magyarországi gyakorlatunkban is ez egy fontos feladata a kormánynak mai napig. 6. Pál követte 23. Jánost, és ő a Populorum Progressio című enciklikában tovább viszi Roncalli szemléletét. Ő azt mondja, hogy a béke neve haladás. Nem lesz a világban béke, amíg ilyen hatalmasak a fejlettségbeli különbségek. Az enciklikát Benedek pápa Corunc Rerum Novarumának nevezte, annyira fontosnak találta, hogy világméretekbe kitágította a gazdasági egyenlőség iránti igényeket. Igen, a világ képes lenne ma már ellátni az emberiséget, ha nem így van, az a tőke mohósága miatt van. És ezért az államnak fontos szerepe van a gazdaság és a társadalom szervezésében a szegények ügye, az egyház elsődleges prioritása, de nem úgy, hogy folyton segélyezni őket, hanem a helyzetükön, helyzetbe hozni őket, ahhoz, hogy magukon tudjanak segíteni. Az őt követő pápa, második János, hát első János Pál, tudjuk, rövid ideig volt hatalmon, második János Pál pápa, aki nagyon sokat foglalkozott szintén a szociális kérdésekkel, minden 10 évben megemlékeztek gyakorlatilag a Rerum NovParís-ról. 91-ben a 100. évfordulón, a Centesimus Annus címen, a 100 éves évforduló címén írt egy nagyon szép és átfogó enciklikát Wojtyla, azaz a második János Pál pápa, amiben figyelmeztetett arra, hogy ez alkalommal a társadalmi változások bekövetkeztek, a kommunizmus összedőlt, de sajnos az új világ sem jobb, mert a fundamentalista kapitalizmus legalább akkora veszély, mint a kommunizmus volt. Azt mondta, strukturális bűnök alakultak ki, ezt a Solicitudo Rei Socialis című enciklikájába fogalmazta meg, hiszen manapság maguk a játékszabályok kényszerítik az embereket csalásra. Benne van-e az igazságos bérben a társadalmi juttatás például?
vagy a társadalombiztosítás Kínában milyen sokáig nem volt. Nem olyan régen vezették be ott is a társadalombiztosítást, ami egy költséget jelent nyilvánvalóan, és ezáltal talán egy kicsit igazságosabbá teszi a versenyt nemzetközileg is. Benedek pápa, aki a közelmúlt nagy egyénisége, Deus Caritas Est című enciklikájában foglalkozott gazdasági és társadalmi kérdésekkel. Ő azt húzta alá, hogy az egyház szerepe, hogy megmutassa az értelmes élet lehetőségét. Egy nagyon szépen fogalmazott és idézte azt a mondatot, hogy quid dicis te ipso, mit mondasz te magadról? Azt, hogy Isten szeret. Ezt csak az egymáshoz való viszonyunkon keresztül tudjuk megmutatni a világnak. És ezért ő egy megújulást, egy aggiornamentot szorgalmazott. Az evangelizáló egyházhoz evangelizált egyház kell, mondta. Második János Pálra hivatkozva. A zsinat után két irányzat volt, a katolikus egyházban is a disztribúcionalisták, amelyek az elosztást helyezték elsősorban középpontba, és a piac hívők azt mondták, hogy összhangban állnak a piac szabályai, csak jól csináljuk őket a egyházi tanítással. Ezt még világosabban megfogalmazta 16. Benedek a Caritas in Veritate című enciklikájában, amelyben már a globalizáció problémáiról élesen ír. Ez az enciklika a multi cégek felelősségévé teszi, hogy úgymond socially responsible enterprises, vagyis szociálisan felelős váltók legyenek. Ugyanis olyan nagy multi cégek jöttek létre, amelyek maguk alá gyűrik az államokat. Most nem arról van szó, hogy az állam szabályozza a vált működését, hanem szinte az államok kisebbek, mint maguk ezek a nagy multi cégek. És vannak is most olyan nézetek, hogy az államnak vissza kell húzódnia, mert túlságosan belefolyik a személyek autonómiájába. Ezzel szemben a Caritas in Veritate-ban a személyes kapcsolatokat is a szeretetre alapozza, és ennek alapján a közösségi kapcsolatokat is Benedek pápa. Az őt követő Ferenc pápa aztán kifejezetten az ökumenére, a nemzetközi kapcsolatokra, a katolikus egyházban bekövetkező változásokra irányította a figyelmet, és nagyon sokszor visszaidézi 23. János pápát is. Nagyon emberközeli, minnyájunknak a fülébe cseng, hogy köszönte híveket, bonaszére, jó estét, ugye? Tehát teljesen közvetlen, és ő egy új korszakot hozott el, megpróbálja a vatikáni zsinat szellemét világméretekben érvényesíteni. Itt most engedjék meg, hogy lezárásképpen egy kicsit a miértekre utaljak, mert miért következik be ez a fejlődés az enciklikákban, először a keresztény közösség egészéért az ökumenében, majd a világ összes vallásaiért való közös felelősségvállalás hangsúlyozásával. Majd ide belekapcsolni még azokat is, akik nem hisznek Istenbe, de jó akaratú emberek. Hogy történt ez, hogy terjedtek ezek a gondolatok, hogy ivódtak bele az enciklikákba, és hogy hatott vissza a világméretű globalizáció Róma gondolkodására is. Először is lezárásképpen, és e folyamat megalapozásaképpen hadd hívjam fel a figyelmet néhány nagyon fontos és megszívlelendő adatra. Ugyanis tény és való felmérések bizonyítják, hogy bizony a kereszténység Nyugat-Európában erősen hanyatlik, és ez dokumentálható. De nem csak ott, hanem Kelet-Európa számos országában is ott nem annyira, de például Csehországban 10-ből csak 9 fiatal van, aki nem tartozik semmilyen felekezethez. A 16-tól 29 éves korosztályban ez 91%. A skála másik végén van Lengyelország, ahol hála Istennek csak 17% vallotta magát ilyen vallástalannak a 16-29 éves korosztályból. De itt találjuk egyébként a legtöbb keresztényt is, a fiatal lengyel felnőttek 83%-a vallotta kereszténynek magát, utánuk következik Litvánia 74%-a és Írország 59%-a, tehát remény Kelet-Európában van. A legkevesebb keresztény fiatal, ahogy mondtam, Csehszlovákiában van, Svédországban is kevés,
cseheknél összesen 9%, Svédországban 18%, keresztény hollandoknál 19%, és hát az európai népesség mindenképpen zsugorodni fog, mert kevés gyermek is születik, előráthatóan 100 millióra fog ez zsugorodni, pedig jelen pillanatban még 742 millió fő körülbelül a népesség. A fejlődő országokban azonban sokkal vallásosabbak az emberek. A katolicizmus még mindig a legnagyobb vallást képezi Latin Amerikában, bár meg kell mondani, hogy mind Latin Amerikában, mint Afrikában a protestáns felekezetek is nagyon erős fejlődést mutattak. Tehát az Európa központú kereszténység és a katolicizmus is megszűnőben van, tehát nem ez lesz a központ, és ezért érthető nagyon sok szempontból Ferenc pápának ez a nagy nemzetközi figyelme azokra a világ különböző részeire, amire a figyelmet már ugye már második János Pál pápa is, elméletileg a 23. János pápa is, aztán gyakorlatilag rengeteg utazásával második János Pál pápa is rá irányította, és hát ezt a vonalat próbálja követni Ferenc pápa is. Lezárásképpen azonban még hozzátenném, hogy fel kell idézzük Ferenc pápának a Laudato Si enciklikáját, mely még egy másik irányba tágítja ki az egyház társadalmi gazdasági tanítását, a természet felé. A Ferenc név választás és a Szent Ferencre utalva már utal arra, hogy ez a pápa nagy figyelemmel lesz az ember és a természet viszonyára, és az előzőekben elsősorban az ember és ember közötti viszonyt, mondjuk ki talán hagyományosnak tűnő szóval a kizsákmányolás viszonyának az alakulását, illetve annak visszaszorítását szorgalmazták a pápák a gazdasági enciklikákban, a munkásság tisztességes bérezését és a vagyonnal járó felelősség hangsúlyozását, az állam szerepvállalását, a szabályozás fontosságát, de most egyre nagyobb mértékben tör előre a természet fontossága. Hát látjuk a Covid visszaütésével, hogy bizony elhanyagoltuk a kapcsolatunkat a természettel, túlléptünk bizonyos határokat, és most ez keményen visszaüt, és kénytelenek vagyunk tudomásul venni, hogy nem vagyunk a természet urai. Ezt Ferenc pápa gyönyörűen megfogalmazza a Laudato Si című enciklikában, amely tényleg nem véletlenül idézi fel Szent Ferencnek gyönyörű naphimnuszát, amelyben napot fivérünknek, a holdat nővérünknek, a vizet és a szelet húgunknak, bátyánknak nevezi, és az anyaföldet szinte anyánknak. Ezért azt gondolom, hogy minden korszerű mai szociális és gazdasági problémát próbál a katolikus egyház is tanításába beépíteni, és a jó irányba vinni a világ fejlődését.